Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, ezen az éjszakán, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus a halálból életre támad, az egyház meghívja az egész világon szerte élő gyermekeit, hogy virrasszanak és imádkozzanak. Ha így emlékezünk Urunk húsvétjára, vagyis ha igéjét hallgatjuk, halálát és föltámadását megünnepeljük, akkor remélhetjük, hogy a halálon való győzelmének is részesei leszünk, s vele együtt élünk Istenben. Könyörögjünk! Istenünk, te szent fiad által isteni fényességet, tüzét adtad híveidnek, kérünk, szenteld meg ezt az új tüzet, és a húsvéti ünnepek kegyelmeivel mennyei vágyakra gyújts föl szívünket, hogy tiszta lélekkel jussunk el örök dicsőséget fényének megünneplésére, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a kezdet és a vég, ő az alfa, ő az omega, övé az idő és az örökké valóság, övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Amen. Amen. Szent és dicsőséges, sebb helyei által, őrizzen és védjen meg minket az Úr Krisztus. Amen. A dicsőségesen föltámadt Krisztus világossága oszlassa szét szívünk és elménk homályát. Istennek legyen hála. Krisztus világossága. Istennek legyen hála. Krisztus világossága, Istennek legyen hála. Thank you.
Az égben immár újjongva zengjen az angyalok kórusa, és újjongjanak Isten csodálatos művei, fölséges nagy királyunk győzelmét, búgókürtnek hangja áldja. A föld is örvendjen, hogy ekkora fénysugárzik rája, és a nagy király örök tündöklés árad el rajta. Érezze meg az egész nagy világ, már tova tűnt a bűnnek árnya, és végság töltse el szent anyánkat, az egyházat, hogy ilyen fényesség ragyog benne, visszhangozzék a nép szent éneke, bátran töltse be az Isten házát. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, hogy a láthatatlan mindenható Atya Istent és egyszülött fiát, ami Urunkat, Jézus Krisztust, a szív és lélek minden érzésével és zengő szóval áldjuk. Ő lerótta helyettünk az örök Atyának mindazt, amivel Ádám tartozott, s az ősbűn zálogát kiváltotta szent vérének árán. Mert abban áll a húsvét ünnepe, hogy igaz húsvéti bárányunkat megölték értünk, s az ő vére lett a szent jel hívő népe házain. Áldott éj, mert ekkor hoztad ki az ősatyákat, Izrael fiait Egyiptomból, száraz lábbal a vörös tengeren átvitted őket. Áldott ez az éjszaka, mert ekkor oszlatta szét a tűzoszlop sugárzó fénye a bűn minden árnyát. Áldott ez az éjszaka, amely ma szerte az egész világon a Krisztusban hívőket, a világ tévejgéseitől és a bűnök homályától elválasztván a kegyelemnek átadja, s a szentek közösségébe kapcsolja őket. Áldott éj, a halál bilincsét ekkor törte szét Krisztus, és az alvilág mélyéről, mint győző tért vissza. Ó, milyen csodálatra méltó atyai jóságot hozzánk! Ó, kimondhatatlan szeretet és jóság, hogy a szolgát megmentsed, fiadat sem kímélted érte. Lám, mennyire szükséges volt Ádám vétke, hogy Krisztus legyen váltságának díja. Ó, szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas és fölséges megváltót kívánt és érdemelt. E szentséges éjszaka száműzi vétkünket, lemossa minden bűnünket, a bűnbánóknak ártatlan szívet ad, a szomorkodóknak pedig vigasztalást kínál. Ó, valóban áldott éj, mert ekkor lép Frigyre isteni és emberi, földi és mennyei. Ez éjszakáért fogadd el tehát, mennyei szent atyánk, a dicséret esti áldozatát tőlünk, a méhek viaszából készült gyertyát, a néked szolgáló papság által ünneplő szent egyházad nyújtja át néked. Most kérünk tehát, Urunk, hogy ne aludjék ki ez a gyertyaláng, amelyet néked áldozunk, és el nem fogyó tiszta fénnyel űzze távol lelkünktől az éj minden árnyát. Mint jó illatú áldozatot fogadd el tőlünk, és világossága az égi fénnyel olvadjon egybe. Fénylő lángját találja égve a szép hajnalcsillag, az örök hajnalcsillag, ki soha nem lát alkonyt, a te fiad, Jézus Krisztus, ki visszatérve a sírból, az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét, és él és uralkodik mind örökkön örökké. Amen. Kedves testvéreim, miután ünnepélyesen elkezdtük húsvéti vigíliánkat, figyelmes lélekkel hallgassuk meg Isten igéjét. Elmélkedjünk azon, miként mentette meg népét Isten a régmúlt időkben, az idők teljességében pedig hogyan küldte el szent fiát megváltónkul. Kérjük Istenünket, hogy a megváltás húsvéti művét beteljesítve vezessen el minket az örök életre. Olvasmány Mózes első könyvéből. Kezdetben teremtette Isten az eget
és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt, legyen világosság, és meglett a világosság. Isten látta, hogy a világosság jó. Isten elválasztotta a világosságot a sötétségtől. A világosságot nappalnak nevezte Isten, a sötétséget pedig éjszakának. Aztán este lett, és reggel az első nap. Isten újra szólt, a vizek közepén keletkezzék szilárd boltozat, és alkosson válaszfalat a vizek között. Úgy is lett. Isten megalkotta a szilárd boltozatot, és elválasztotta vele a boltozat fölötti és a boltozat alatti vizeket. Isten a boltozatot égnek nevezte, és este lett, és reggel, második nap. Isten ismét szólt, gyűjjenek össze az ég alatti vizek egy helyre, és emelkedjék ki a száraz. Úgy is történt. Isten a szárazat földnek nevezte, az összefolyt vizeket pedig elnevezte tengernek, és látta, hogy ez jó. Akkor megint szólt Isten, teremjen a föld zöldellő növényeket, amelyek termést hoznak, fákat, amelyek magot rejtő gyümölcsöt teremnek a földön. Úgy is lett. A föld zöldellő növényeket termett, amelyek termést hoznak fajuk szerint, és fákat, amelyek gyümölcsöt érlelnek, amelyekben magvak vannak, a fajtának megfelelően. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel, a harmadik nap. Akkor megint szólt Isten, legyenek világító testek az égbolton, s válasszák el a nappalt az éjszakától. Határozzák meg az ünnepeket, a napokat és az éveket. Fényeskedjenek az égbolton, s világítsák meg a földet. Úgy is lett. Isten megteremtette a két nagy világítót. A nagyobbik világítót, hogy uralkodjék a nappalon, és a kisebbik világítót, hogy uralkodjék az éjszakán, s hozzá még a csillagokat. Isten az égboltra helyezte őket, hogy világítsák meg a földet, uralkodjanak a nappal és éjszaka fölött, s válasszák el a világosságot meg a sötétséget. Isten látta, hogy ez jó. Este lett és reggel a negyedik nap. Isten szólt, a vizek teljenek meg élő lények sokaságával, az égen a föld felett, az égbolt alatt pedig röpködjenek madarak. Isten megteremtette fajtájuk szerint a nagy tengeri állatokat, és mind az élő lényeket, amelyek mozognak vagy a vízben úszkálnak. És a röpködő madarakat is ugyancsak fajtájuk szerint. Isten látta, hogy ez jó. Isten megáldotta őket, és így szólt. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a tengerek vizét, s a madarak is szaporodjanak a földön. Este lett, és reggel, az ötödik nap. Aztán szólt Isten, hozzon elő a föld élő lényeket fajuk szerint, házi állatokat, csúszómászókat, és mezei vadakat fajuk szerint. Úgy is történt. Isten megteremtette a mezei vadakat fajuk szerint, a házi állatokat fajuk szerint, és az összes csúszómászót a földkerekségen fajonként. Isten látta, hogy ez jó. Isten újra szólt, teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Ő uralkodjék a tenger halai, az ég madarai, a házi állatok, a mezei vadak és az összes csúszómászó fölött, amely a földön mozog. Isten megteremtette az embert saját képmására, Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik, legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet,
és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden állat fölött, amely a földön mozog. Aztán ezt mondta Isten: íme, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem, és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen. A mező vaddjainak, az ég madarainak, s mindennek, ami a földön mozog és lélegzik, minden növényt táplálékul adok. Úgy is történt. Isten látta, hogy nagyon jó mindaz, amit alkotott. Este lett és reggel, a hatodik nap. Így készült el a föld, az ég és minden, ami benne van. Isten a hetedik napon befejezte művét, amit alkotott. A hetedik napon megpihent munkája után, amit végzett. Ez az Isten igéje. Ránk lelkedett Istenünk, újítsd meg a föld színét. Mondj áldást lelkem az Úrnak, nagy vagy nagyon én, Uram Istenem. Fenségbe és ékességbe öltözöm, sugárzó fény a te köntösöd. Áraszt ránk lelkedett Istenünk, újítsd meg a föld színét. Szilárd alapokra ágyasztal a földet, nem fog soha megirogni. Az őstenger köntösként takarta, a hegyeket és vizek borította. Áraszt ránk lelkedett Istenünk, újítsd meg a föld színét. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, te minden végzésedben csodálatra méltó vagy. Segíts megváltott népedet annak megértésére, hogy az egész világot megteremtened nem volt fönségesebb, mint az idők teljességében áldozatul adnod Krisztus, ami húsvéti bárányunkat. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes második könyvéből. Amikor Izrael fiai látták, hogy az egyiptomiak üldözik őket, nagyon megijedtek, és az Úrhoz kiáltottak. Az Úr így szólt Mózeshez: miért kiáltasz hozzám? Parancsold meg Izrael fiainak, hogy induljanak. Te pedig emeld fel botodat, nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, és választ ketté, hogy Izrael fiai száraz lábbal átmehessenek rajta. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, erre utánuk siet, s akkor majd megmutatom dicsőségemet a fáraón, egész seregén, harci szekerein és lovasain. Az egyiptomiak megtudják, hogy én vagyok az Úr, ha majd megmutatom dicsőségemet a fáraón, szekerein és a lovasain. Akkor az Isten angyala, aki az izraeliták előtt járt, megváltoztatta helyét, és mögéjük vonult. A felhőoszlop, amely előttük volt, mögöttük ereszkedett le, és az egyiptomiak serege és izraeliták tábora között helyezkedett el. A felhő sötét maradt, és az éjszaka elmúlt anélkül, hogy a két sereg közeledett volna egymáshoz. Mózes ekkor kinyújtotta kezét a tenger fölé. Az Úr egész éjjel tartó erős keleti széllel visszaszorította a tengert, és kiszárította. A víz ketté vált,
és Izrael fiai a száraz tengerfenéken átvonultak, miközben a víz jobb és bal felől úgy állt, mint a fal. Az egyiptomiak utánuk vetették magukat, s a fáraó minden lova, harci szekere és lovasa utánuk ment a tengerbe. A reggeli őrség idején az Úr a tűz és felhőoszlopból rátekintett az egyiptomiak seregére, és megzavarta őket. Akadályozta a szekerek kerekét, ezért csak bajjal jutottak előre. Az egyiptomiak kiabálni kezdtek: meneküljünk Izrael fiai elől, mivel az Úr harcol értük az egyiptomiak ellen. Az Úr pedig így szólt Mózeshez: nyújtsd ki kezedet a tenger fölé, hogy a víz visszazúduljon az egyiptomiakra, szekereikre és lovasaikra. Mózes kinyújtotta a kezét a tenger fölé. Erre a víz napkeltekor visszaáramlott a régi helyére, amikor az egyiptomiak éppen arra menekültek. Az Úr besodorta őket a habok közepébe. A víz visszaömlött és ellepte a szekereket, a lovasokat és a fáraó egész népét, amely utánuk nyomult a tengerbe. Senki sem maradt életbe közülük, Izrael fiai azonban száraz lábbal mentek át a tengeren, miközben a víz tőlük jobbra és balra úgy állt, mint a fal. Így mentette meg az Úr azon a napon Izrael fiait az egyiptomiak hatalmától. Az izraeliták látták az egyiptomiakat holtan feküdni a tenger partján. Izrael fiai tanúi voltak a nagy tettnek, amelyet az Úr az egyiptomiakon véghez vitt. A népet félelem töltötte el az Úr színe előtt, és hittek az Úrnak és Mózesnek, az ő szolgájának. Akkor Mózes Izrael fiaival együtt ezt az éneket énekelte az Úrnak. Énekeljünk az Úrnak, mert dicsőség övezi. Könyörögjünk! Istenünk, régi csodatetteid ma is tündöklő fényben ragyognak előttünk, mert amit hatalmas kézzel egyetlen nép javára cselekedtél, hogy megszabadítsd a fáraó üldözésétől, ugyanazt teszed az újjászületés vize által a nemzetek üdvösségére. Kérünk, juttasd el az egész világot választott népednek, Ábrahám igazi fiainak méltóságára, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Így szól az Úr: ti szomjazók, gyertek a vízhez mind, és bár nincsen pénzetek, siessetek ide.
Vegyetek ingyen gabonát, és egyetek. Vegyetek pénz nélkül bort és tejet. Miért költitek a pénzt arra, ami nem kenyér, és a keresetet arra, ami nem laktat jól? Hallgassatok ide, figyeljetek rám, akkor jó ételt esztek, és kövér falatokban lesz részetek. Fordítsátok felém fületeket, és gyertek ide hozzám. Hallgassatok rám, és élni fog lelketek. Örök szövetséget kötök veletek, a Dávidnak megígéri irgalom jegyében. Íme, tanúvá tettelek a népek előtt, vezéré és parancsolóvá a nemzetek fölött. Olyan nemzeteket hívsz majd meg, amelyeket nem ismertél, és olyanok sietnek hozzád, akik nem ismertek. Az Úrért, a te Istenedért, Izrael szentjéért, aki majd megdicsőít. Keressétek az Urat, ami megtaláljátok, hívjátok segítségül, amik közel van. Hagyj el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös, térjen vissza az Úrhoz, mert megkönnyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, az én utaim nem a ti utaitok, mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál. Az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Amint az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi, hogy magot adjon a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, éppen úgy lesz a szavammal is, amely ajkamról fakad. Nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, az egész világ egyetlen reménysége, te prófétáid jövendöléseiben az új szövetség titkait hirdetted előre. Erősíts meg kegyesen néped jó akaratát, mert híveidben csak sugallatod segítségével növekedhetnek az erények, Krisztus a mi Urunk által. Dicsőség a magasságban Istennek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk. Hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött fiú, Urunk
és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazz nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Könyörögjünk! Istenünk, Te ezt a szent húsvéti éjszakát, Urunk föltámadásának fényével beragyogod. Kérünk, éleszt föl egy házadban az Isten gyermekség lelkét, hogy akik testben és lélekben megújultak, tiszta szívvel szolgáljanak neked, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mi, aki Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk, az ő halálára keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy mitként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Mert a halálának hasonlóságában egyben öttünk vele, akkor feltámadásában is egy leszünk vele. Hiszen tudjuk, hogy a régi ember bennünk azért feszítették vele együtt keresztre, hogy a bűnös test elpusztuljon, és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Aki így meghalt, megszabadult a bűntől. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Amen.
legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Szombat elmúltával a hét első napján pirkadatkor Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme nagy földrengés támadt. Az úrangyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Olyan volt a tekintete, mint a villám, ruhája pedig fehér, mint a hó. Az őrök reszketni kezdtek félelmükben, és szinte halálra váltak. Ekkor megszólalt az angyal, és ezt mondta az asszonyoknak. Ne féljetek, tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Ő nincs itt, mert feltámadta, mint megígérte. Jöjjetek és nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. És siessetek, mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadta halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott viszont láthatjátok őt. Íme én megmondtam nektek. Erre elsiettek a sírtól. Remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme egyszerre csak Jézus jött velük szembe, és megszólította őket. Üdv nektek! Ők pedig oda siettek hozzá, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszont láthatnak engem. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek! A keleti egyházban, a Szent Liturgiában nem prédikáltak hosszú évszázadokon keresztül. Mégis mindenki, aki részt vett a Szent Misén, hitében jártas lett, megerősödött. Miért? Mert maga a Szent Liturgia tanít, ha valamikor hát a Húsvét Vigília szertartása bensőséges tanítást tud nyújtani mindannyiunk számára. Krisztusban, kedves testvérek! Krisztus hideg sírjától elindultunk a feltámadás örömének. A liturgia a szertartás tanúsága arról, hogy az ember hogyan juthat el az alleluiás húsvéti örömig. Hallhattuk az olvasmányokban, mindannyian, hogy Isten csodálatos módon segítette népét. Hallhattuk, hogy Isten hogyan vezette át Izrael népét a Vöröstengeren, hogyan szólt hozzánk a próféta által, hogyan bátorított és erősített, utat mutatott, olykor megfenyített, de mind azért történt, hogy az üdvösségre az emberiség eljusson. És kedves testvérek, az Alleluja fölhangzása után mindannyiunk szívében ott él az Alleluja-s öröm. Nem szeretnénk abba hagyni az Alleluját, szívből, lélekből énekelni akarjuk, hogy föltámad Krisztus is itt van közöttünk. Az imént felolvastuk Szent Máté evangélistának az evangéliumából a föltámadásnak a történetét. Az Úr föltámadásának eseményét a legrövidebb módon írja le Szent Máté evangélista. Számára a tények a fontosak. Figyeljük csak meg! A hét első napjának hajnalában, amikor az asszonyok elmennek Mária Magdolna és a másik Mária, hogy elvégezzék a szolgálatukat a halott Krisztus testénél. A hét első napja, az a kora hajnal mindig fontos lesz a kereszténység életében. Az első keresztény közösségek kora hajnalban énekekkel, imádságokkal, Szent Misével ünnepelték és emlékeztették magukat a föltámadás örömére. Kenetvívő asszonyok oda mennek a sírhoz, Mária Magdolna és a másik Mária.
az egyiknek sokat bocsátottak meg, ezért tud nagyon szeretni. A másik az életének vagyonát áldozza a tanítványokra és az Úrra, és mindvégig elkíséri, mindvégig ott van mellette. Majd egy szempillantás alatt mindannyian találkozunk az angyalokkal. Nem csak Mária Magdolna, nem csak az a másik Mária, nem mink is ott leszünk és részesei leszünk, ahogy az angyal meghirdeti a föltámadásnak a tényét. És nem csak hogy meghirdeti, hanem azonnal megbízatást is ad az asszonyoknak. Egy pillanatra visszatekintünk arra a szent eseményre, amikor megtestesül az Isten fia. Angyal jön, hogy meghirdesse az egyszerű pásztoroknak, megszületett a gyermek. Ők is megkapták a küldetést, menjetek oda, nézzétek meg, majd tegyetek tanúságot róla, hogy megszületett. Most ugyanez az esemény egy fordított módon megjelenik. Menjetek előre, és majd ott lesz Galileában a Mester. De mielőtt elmennének, egy csodálatos élményük lesz. A tiszta szeretetnek az ajándékában részesülhetnek ezek az egyszerű asszonyok. Találkoznak az Úrral. Találkoznak a föltámadottal. És mi történik ebben a találkozásban? Talán amikor olvassuk, átsiklik a gondolatunk, a szemünk, de egy nagyon fontos dolog történik, ami egyben kifejezi az Úr felé való hódolatot is. Leborultak, átkarolták a lábát. Leborultak, mert imádni akarták az Urat, kedves testvérek. Átkarolták, mert nem akarták elengedni. Igen, valahogy mindenki is ezt a lelkesedést, ezt az örömet, ezt a boldogságot kellene megélnünk Húsvét szent ünnepén. Leborulni az Úr előtt, átkarolni őt, és azt mondani, hogy Uram, ne menj el tőlünk, szükségünk van ránk. És az Úr egy megbízatást megerősít. Menjetek a testvéreimhez. A győzelem hírnökei elindulnak. Nem az apostolok lesznek, hanem ezek az egyszerű asszonyok. És itt az asszonyoknak fontos szerep jut. Itt az evangélium végén is, mint ahogy az evangélium elején. Ahogy Máriának és Erzsébetnek, örömtől a szívük lángolt, mert betöltötte a lélek őket. Az egyik magnifikátot mondta, a másik boldognak mondta. Itt pedig elindulnak, hogy a tanítványoknak elmondják az örömhírt az Úrnak a testvéreinek, hogy megerősítsék és bátorságot adjanak nekik. Kedves testvéreim, azzal, hogy az Úr él, és a sír üres, átértékelődik. Már nem lesz olyan szörnyű számunkra nagypéntek hidegsége és sötétsége. Mint ahogy Mária Magdolna életében is, és a másik Mária, vagy a további tanítványok életében is átértékelődött a nagypéntek. És az Úrnak a üres sírja is. Üres lett a sír. Az élet helye lesz. A reménységnek a helye, az örömnek a helye, a szeretetnek a helye, a vigasztalásnak a helye lesz. Az a hideg sír, amelyet Arimetei József ajándékozott, hogy az Úrnak a testét el tudják temetni. Miért lesz a vigasztalás a reménye? Mert ő él, ő föltámadt a halálból. Ki ez a föltámadott? Föltehetjük a kérdést, és vannak is, akik fölteszik a kérdést. És az angyal szavával kell válaszolnunk, az Úr az, aki előttünk jár. Az Úr az, aki előtt leborultak az asszonyok. Az Úr az, aki előtt meghajlik minden térd, ahogy majd az apostol mondja. Az Úr az, aki előtt a te szíved és az én szívem is le akar borulni, mert él, és ő az Úr. Kedves testvéreim, ez a Húsvét öröme, ez az evangélium szíve és alapja, hogy él az Úr. Nem könnyű az embereknek elfogadni, hiszen a tanítványok sem tudták elfogadni egyszerre, számukra sem volt könnyű és fölfogható, hogy él az Úr.
és nem csak egyszerűen él, hanem mindörökké, örökkön örökké közöttünk van, ami élő föltámadt Istenünk. Pedig voltak, akik látták, hogy meghalt. Mária az Úr anyja, Mária Magdolna, Szent János és néhányan a kitartó tanítványok közül. És Szent János megjegyzi mindannyiunk számára, nem csak, hogy meghalt a kereszten, de látták, amikor a katona láncsája átszúrta az oldalát. Vér és víz ömlött az oldalából, és most él az Úr. Kedves testvérek, egy egyszerű történettel erősítsük meg magunkban, hogy él az Úr. Gyökösi Endre egyik könyvében olvastam a történetet. A második világháború végén egy kedves kertes házban becsöngetett egy rongyos ember, borostásan, tépetten, soványan. Fogságból jött haza. Az édesapa a férj volt, akinek a halálhírét már maga a lelkész vitte meg néhány hónappal előtte. A család megdöbbent, amikor meglátta az apát, hiszen ők már elsíratták, meggyászolták. És ez az ember csak egyszerre ott áll előttük, látják őt rongyosan, piszkosan, egyszerűen. Nem azt kérdezik, hogy hogyan lehetséges, hogy élsz, hanem mi történik? Újjongó öröm tölti el a szívüket és ámulat, örömmel átölelik az apát, simogatják, csókolják, és csak azt tudják mondani, az apa él. Később az apa elmondja, higgyétek el, hogy csoda történt. Az Isten csodát tett az életemben. Kedves testvérek, ezen az estén, ezen az éjszakán, amikor a keresztény világ együtt ünnepel, akkor csoda történik, vagy történhet a mi életünkben is. A mi testvérünk él, és föltámadt. Vajon bennünk is az az öröm és újongás van, mint ebben a családban volt, akihez az apa visszatért, akit megsirattak, akit meggyászoltak? Jézust is megsiratták és meggyászolták. Volt, aki még el is futott, volt, aki még le is tagadta. A legtöbben talán azt mondták, nem is ismerjük. Nem csak Péter mondta ezt. Nagyon sokan a szívükben, akik eloldalogtak a Kálváriáról. Csak az a maroknyi kis közösség maradt ott. És milyen öröm volt, hogy újra láthatták őt. Milyen boldogság volt, amikor visszatért Jézus. Eljött hozzájuk, mert ő él. Kérdezd meg magadtól, hogy ezen az estén, vagy kora hajnalban, húsvét vasárnap, bezörget Jézus az életedben, vajon számodra is él? Ajtót tudsz neki nyitni? Vagy talán azt mondod, kísértet? Vagy azt mondod, hogy csak hallucináció? Én nem tudom, mi történik velem? Vagy egyszerűen mersz újongani és örülni? Tedd meg, legyen benned bátorság. Mert Krisztus azért él, és te is azért élhetsz majd a halál után, hogy az öröm és a boldogság betöltse a szívedet. Amen. Kedves testvéreim, könyörögve kérjük a mindenható Atya Isten kegyelmét erre a keresztkútra, hogy akik belőle újjászületnek, Krisztusban Isten gyermekeivé legyenek. Esedezve kérjük, kedves testvéreim, Istenünket, Urunkat, hogy áldja meg kegyesen ezt a vizet, melyet kereségünk emlékére hintünk magunkra, és adjon nekünk jóságosan megújult életet, hogy hűségesek maradjunk Szent Lelkéhez, akit tőle kapunk.
Add kegyelmedet, Urunk Istenünk, e húsvéti szent éjszakán virrasztó népednek, hogy amikor megemlékezünk csodálatos teremtő és még csodálatosabb megváltó művedről, jóságot tegye áldottá ezt a vizet számunkra. Mert arra teremtetted, hogy termékenységet adjon földünknek, felüdítse testünket és tisztára mossa. De irgalmas szeretetet szolgálatára is vizet rendeltél, mert víz által oltottad meg a Vöröstengernél néped rabságának bilincsét, és szomját is vízzel oltottad a pusztában. A proféták azt az új szövetséget hirdették, amelyet az emberekkel víz által akartál megkötni, és megromlott emberi természetünket végül is újjá alkottad, az újjászületés fürdőjében a víz által, amelyet a Jordán folyóban Krisztus megszentelt. E víz legyen kerességünk felvételének emléke, és együtt örvendjünk testvéreinkkel, akik világszerte ma részesülnek a szentségben, Krisztus a mi Urunk által. Kedves testvéreim, a húsvét szent titka által a kerességben minnyájon eltemetkeztünk Krisztussal együtt, hogy vele együtt járjunk az élet útján. Ezért a nagybőjt 40 szent napjának megtartása után újítsuk meg kerességi fogadásunkat, ebben egykor ellene mondottunk a sátánnak és minden cselekedetének, és megígértük, hogy a katolikus anyaszentegyházban Istennek szolgálunk. Éppen ezért most megkérdezem, ellene mondotok-e az ördögnek? És minden cselekedetének? És minden csábításának? Hisztek-e a mindenható Atya Istenben, a mennyi és a föld teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de föltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben? A mindenható Atya Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki új életet adott nekünk vízből és szent lélekből, és megbocsátotta bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban az örök életre. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mindenható Istenhez ezen a szent éjszakán, hogy fiának föltámadása hozzá számunkra az örök boldogságot. Töltsd el, Urunk, Ferenc pápánk, György püspökünk, papjaink, szerzeteseink, és minden keresztény testvérünk lelkét a feltámadt Krisztus kegyelmével. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd, Urunk, az újonnan megkeresztelteket, hogy keresztségi fogadásukhoz egész életünkben hűségesek maradjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szüntesd meg a szakadásokat a keresztények között, hogy megvalósuljon a testvéri egység mindazokkal, akiket összeköt az egy keresztség. Kérünk téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, hazánkat és mindazokat, akik népünk életének megújításán dolgoznak.
kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg, Urunk, a megdicsőülés reményét a szenvedőknek és az elhagyottaknak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Újítsd meg egyházközségünk életét áldozatkészségben és szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, fogadd el imádságunkat és könyörgésünket, melyet egyházadért végzünk, Krisztus, a mi Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped könyörgését és bemutatott adományait, hogy a húsvéti misztériumokba beavatva gyógyulást nyerjünk, és eljussunk az örök életre, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent éjszakán, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány,
Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, s népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, s neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amivel nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Mihály arkangyallal és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és György püspökünket, a püspökök testületét, a papságot
és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk. Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert eljé az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség. Ime az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy kajlékból jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Thank you.
Könyörögjünk! Kérünk, Urunk Istenünk, ára szívünkbe szereteted szent lelkét, hogy akiket húsvéti szentségeiddel tápláltál, azoknak szívét forrassz egyé atyai jóságot, Krisztus, a mi Urunk által. A kedves testvéreknek és családtagjaiknak kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepet kívánok. Kívánom, hogy a föltámadt Krisztusnak az öröme, boldogsága mindannyiunk szívét és életét töltse be. Most a föltámadási szertartás következik. Thank you.
Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szent Lélekkel együtt. Dicsérjük és magasztaljuk őt mindenkor. Könyörögjünk, Istenünk minden ajándék Atya,
hittel valljuk, hogy amik vagyunk és amink van, az mind tőled származik. Taníts meg minket, hogy fölismerjük végtelen atyai jóságod ajándékait, s téged őszinte szívvel minden erőnkből szeressünk, Krisztus, a mi Urunk által. Örülj és örvendez, Szűz Mária, alleluja! Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja! Könyörögjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak föltámadásával megörvendeztetted a világot. Hadd kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Citatitui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genituque nos et jubilatium salus honor virtus sedenti habutrucme, compasit laudatium. Kenyeret adtál a mennyből, alleluja! Amely minden könyörűséggel teljes, alleluja! Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kín szenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.